Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 20-áig, hétfő. A hétfői nap felett a hold uralkodik, és itt látható a hold szimbóluma. Megnézzük, hogy mit mutat erre a napra a kártya, mire kellene odafigyelni. Ez a kép azt jelenti, hogy vannak kihívások, viták, félreértések. Azt is jelentheti ez a kép, hogy valaki vagy valakik támadnak téged. Ezek lehetnek munkahelyi kapcsolatok, ahol nem érzed jól magadat. Persze lehetnek családon belül is viták és félreértések. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, és itt látható Mars bolygó szimbóluma. Itt te vagy a királynő, amennyiben te egy hölgy vagy. A férfiaknál ez a kép azt jelenti, hogy a társnőd elvárja azt, hogy megbecsüld őt. Itt a kezében van az arany érem. Odafigyel az anyagiakra. De ezek lehetnek munkahelyi témák is, hiszen a pénz meg a munkahely összefügg egymással. Akkor előfordulhat, hogy a viták a munkahelyen vannak, vagy ha családon belül, akkor a viták a pénz miatt vannak. Amennyiben te egy hölgy vagy, foglald el a helyedet családon belül is, a munkahelyen is, és fordíts hátat ezeknek az eseményeknek, vagy ezeknek a kapcsolatoknak, és légy visszahúzódó, de legyen meg a büszke királynői tartásod. Szerda. A szerdai nap felett Merkur bolygó uralkodik. Ezen a napon a hold eléri Ráhút. Ráhú az a felfele mozgó kármikus csomó, megnagyobbít, megvilágít valamit, gyakran pénzügyi dolgokról, anyagiakról van szó. Ráhú az jelentheti a jövőt és a változásokat. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt újra az érmékről van szó, tehát az anyagiakról, a munkahelyről, az értékekről. Itt látható a jólét, de mégis vannak még korlátozások. Akkor is, ha megvan a biztonság érzete, de szeretnél változásokat, és nem tudod, hogy tudnád megvalósítani a terveidet. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik, itt látható a szimbóluma. Ezen a napon teli hold van, ami azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben van, és a nap megvilágítja, láthatóvá teszi a holdat. A téma az álom, az álmok, a vágyak, az elképzelések, és ez most megvalósulhat, mert ezen a napon van egy Lilith energia, ami aktiválja ezeket a témákat, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és ez közel van a mi földünkhöz. Tehát ez az álom reális, ez most megvalósítható. Azon kívül Jupiter bolygó uralkodik a csütörtöki nap felett, és Jupiter bolygó az a szerencse bolygója. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt valaki közeledik hozzád, átnyújtja ezt az arany kelyhet,
És ez kiad az érzelmekre, valószínű, hogy itt szerelmi témákról van szó. De nem veszed észre, vagy nem vagy nyitott erre. Az is lehet, hogy félsz attól, hogy te mutatod ki az érzelmeidet, és ő nem figyel oda erre. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, és itt látható Vénusz bolygó szimbóluma. Itt is a kelyhek vannak, és utalnak a múltra. Érzelmekről van szó, de itt vannak a könnyek. Mert ez a kártya jelenti a könnyek mezejét, de most elfordulsz ettől, nem csak te, hanem a párod is. Lezárjátok a múltad. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Itt kezedbe veszed a dolgokat, aktív leszel, kimutatod a bátorságodat, a lelkesedésedet, az is lehet, hogy ő fog cselekedni. Itt középen a nap szimbóluma látható, és a nap uralkodik vasárnap felett. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Vasárnap úgy érzed, hogy minden a feje tetejére állt, és elveszíted a talajt a lábad alatt. Lehet, hogy ez nem is rád utal, hanem valakire a környezetedben, valaki, aki bizonytalan, nem tudja, hogyan tovább, nem tudja, hogy valósíthatná meg a dolgokat, ezt a kártyát meg kell fordítani. Tehát bizonyos dolgokat másképp kellene látni. 180 fokot fordítani a helyzeten. Hiszen itt látható, hogy megvan a fény, és megvannak a jó gondolatok, ötletek, és ez megvalósítható. Valamit másképp kell tekinteni. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!